Nem hello, hello! Egynek azért örülök, hogy a... az Imrét azért sikerült egyszer smogból kilőnöm. Ez azért megvolt, ilyen közös halál, ja, igen, igen, ez volt. Valami ígéret volt, ugye? Nekem ez, hogy mondjam, a fixa ideálom, vagy a... Nem tudom ezeket, hogy mondjak, hogy legalább egyszer... Ezt a szót akartam mondani. Legalább egyszer. Szép volt, gratulálunk az eredményhez. Azt írják nekem, hogy offline Twitch, vagy most megy, nem tudom. Nem, most már megy ismételten. Ja. Buksi, megnézed? Nézem. Körig. Igen. Tehát akkor üdvözöljük itt az interjú szobában. Amerigót az SMP részéről, és Pavlót a Mag részéről. Egy pár szó már elhangzott az elején, de most akkor úgy foglaljuk össze. Miután gratuláltunk nektek a ma esti meccshez. Őszinte leszek, én szorosabbra számoltam, legalább olyan szorosabbra, mint a Lansingernek az első köre volt. Mi történt a Paraszt Telstormon, Paulo? Azt nem tudom megmagyarázni. Szerintem, most ezt nem mondhatom el, mint a TDS-nél, hogy nem volt anyázás nálunk a TS-en, de csak ugye a saját hülyeségünk miatt természetesen. Jó volt a helisetek, hamarabb értetek oda a hajóhoz, próbáltunk egyfajta sémát felállítani, véghez vinni, nem jött össze. Tehát igazából ez kár túlmagyarázni szerintem. Volt köztünk új srác is, ugye neki nem lesz még annyira bejáratott dolog. Mit mondjak még? Gyakoroltatok? Gyakoroltátok a pályát egyébként magát? Ugyanálunk ez az egyik probléma, hogy mi, amit mondtam bármikor, meg mindig, hogy mi barátilag vagyunk együtt. Tehát nekünk alapból a magára a meccsekre is elég nehéz összeszednünk azt a 8 embert. Tehát innéttől következően, vagy ebből adódóan az utolsó meccsünk azok a veletek lévő gyakor volt. És azóta, ugye, de hát az mondjuk nyilván mikor volt? Szerdán talán. Igen, és ugye volt nekünk egy csütörtök, aztán itt van a péntek. Tehát nekünk ez így előre jött pénteki napra. Nálunk még itt izgalom volt az utolsó percben, mert egy ember kiesett. Tehát úgy néztünk ki, hogy heten leszünk, aztán összejött a 8 ember. Nem tudom. Gondolom napközben meg azért dolgoznak, iskolában vannak, hát tanulnak, van, stb. Persze, nálunk ha már van, most hogy... az iskolásoknak szünet van. De igen, csak ugye van ilyen, hogy van nálunk is ilyen, hogy ott a szülőknek a szava azért sok helyen nagyúr, és őket nem érdekli, hogy BF4 kupa van. És a kis, és a fiú azt mondja, hogy hát nekem most maradnom kell, nem maradsz, jössz. Szóval ilyen is volt köztünk, és azért esett ki, nem tudott mit csinálni, mi se tudtunk, sajnáltuk. Mi mindig ebbe a hibába esünk bele, hogy próbálunk jól játszani, próbálunk egy taktikát kidolgozni, aztán úgy néz ki, hogy a taktika az kudarcot val, a végén mindenki pánikbe esik, amikor már a tikettek annyira elhúznak, hogy esélytelennek látszik a dolog. Aztán ez lesz a vége. Ugyan hát, nem titkolt, tehát nem titkoltam. Én nem mondhatnám azt, hogy mindenki pánikba esik már, bocsánat, mert ugye itt a Lansingdemen adtatok egy csúnya zakót a háttérnek a múltkor. Igen, de ugye ott az elején is úgy indult, ott éreztük, ugye itt is próbáltunk, hogyha a Lansingdemet megfigyelitek, az első kört, ugye a Lansingdemet, ott nekünk az egyébként nézegetve az eredményeket, ugye a hozzánk erősebb csapatokhoz képest, nekünk ez egy baromi jó kör volt, hogy le tudtuk száz alá vinni az SMP-nek a tiketjeit, mert tehát azok alapján, hogy mi láttuk, hogy ők hogy játszanak, tehát mi láttuk az eredményeket is. A hátim se egy gyenge csapat, ezt mi most megláttuk gyakvaron is, tehát mi ezt érzékeltük elég rendesen. Ott valahogy nem tudom, ugye talán Lanszangon többet is játszottunk. Tehát ugye az előző héten is Lanszang volt, a gyakvaron is mentünk veletek Lanszanggal, most is Lanszang volt. Valahogy az egy kicsit más volt, nem tudom. Igazából konkrét válaszaim nincsenek. Itt a csapat összessége most nem dominált. Megmondom őszintén, hogy olyan 80-90 tiket környékén járt az 80-ban. SMP. Ja. És akkor itt Fuksival mondtuk, hogy reményt látunk. Hát, igen, mi is ha ott egy picit megnyomtattok volna, akkor lehet, hogy sikerül. De ugye nem jött össze. Hát ugye nálunk is ilyen van, sajnos nálunk ezeket a dolgokat kellene uralni,
hogy higgadtabban kellene játszanunk. Tehát nálunk gyakran, tehát nekünk, nálunk így elszakad a cérna sokszor a fiatalabbak körébe, hogy á, megint kilőtt, ugye tény is való, hogy jó volt a helyisetek. Paraszelen megszereztétek a hajókat, onnétól kezdve gyakorlatilag meg voltunk lőve. Onnétól szerintem én azt mondhatom, hogy már csak próbáltuk a maradék pontokat gyűjteni, hajtani. Milyen fegyverrel mentettek a hajók ellen? Hajók ellen? Volt javelin esetleg? Én javelineztem. Aztán amikor folyamatosan olyan helyre tudtam éledni, meg olyan helyre tudtam menni, hogy abszolút rálátásom nem volt a hajóra, mert olyan jól bunkáltak, akkor váltottam. Tehát igazából a javelinnek használt most nem tudtam venni, mert amikor élettem és én megláttam a hajót, gyakorlatilag a hajó szerintem már hamarabb észrevett, Amerigó barátunk hamarabb észrevett, és kapásból ki is küldött, tehát esélyem se volt arra, hogy a ravaszt meghúzzam. Jó bujkáltak. Igen, igen, jól csináltál. Nem titkolt dolog ez, meg szerintem nem árulok el titkot azzal, hogyha mondjuk olyan, hát mit mondjak, 70-30%-ba reménykedtünk talán abba, hogy egy kört legalább viszünk mondjuk a para, vagy a lanszangot, de mi tudjuk, hogy a nyilván az eredményekből is, meg Imrét ismerve tudjuk, hogy az SMP erős. Tehát gyakorlatilag erős. Meglepetést annyira nem hozott. Erősek. Részünkről mi örültünk a lanszang első körnek, ott valóban volt egy olyan rész, ahol úgy éreztük, hogy mi meg tudjuk fogni. Aztán nem. De itt többiek nem fognak velem egyet érteni, mert ugye nyilván itt a végeredmény a mérvadó, tehát az, hogy vereséget szenvedtünk. Nem, én nézem az apróbb részeit is. Itt írja Kamikáze Szamurá is nekünk, ami jól esik, hogy azért szépen küzdöttetek, gratulat, főleg a harmadik körhöz. Tehát ott mi is éreztük, hogy az ott meg lehet, aztán nem lett meg. Tehát kár ebbe bármit is belemagyarázni, hogy azért nem lett meg. Egyszerűen mindig azt szokták mondani, hogy ott valahogy szétesett a csapat, nem volt egyetértés, és igazából ez a csapatmunkának a legnagyobb hátránya, hogyha a nincs. Nincs, így van. Igen. A negyedik körben láttunk egy csúnya taktikai hibát. Nem tudom, hogy észlelted-e. Ha most elmondod, akkor a hajó és a BTR-etek megtámadta a sziget mellett álló SMP-s hajót. Igen. És ahelyett, hogy tovább lőtték volna a hajót, inkább kiugrottak mind a ketten. Aha. A BTR-ből. Ahogy ugye le is küzdötték az embereidet azonnal, és az ott futkározó gyalogos el is lopta a BTR-eteket. Ezt észrevettétek? Persze, észrevettük, mivel hogy az volt a felvetés, hogy két BTR van benne. Igen. És akkor Daráló közölte, hogy a körülbelül 10 tikettel előtt, vagy nem tudom, 100 tikettel előtt már ellopta az SMP a BTR-ünket, hogy onnétól kezdve meg aztán ugye én tetőn voltam C-n, hogy egymással gyakorolva, hanem mások által és a varok által szerzett tapasztalat alapján talán jobb eredményt érhetünk el rajta. Így van, én azt mondom nektek, hogy korábban is mondtam, hogy bármikor jöhettek gyakorolni. Ha vagytok már 8-an összesen, akkor 4v4-be is lehet gyakorolni esetleg. Nem kell az, hogy meglegyen egy másik csapat, nem kell az, hogy... Ja, igen. Na mindegy, nagyon szépen köszönöm ezt a dolgot, de hallgassuk Amerigót is. Mi köszönjük, hogy hallgassuk. Látta a paracel elejét. Köszönjük a közvetítést, Tibi, meg Huxi. A magosoknak pedig gratulálok. Szívesen. Az a helyzet, Paolo, hogy jó játszottatok, tehát nem volt ez annyira rossz. A paracelen is jó voltatok. Annyi lehetett, nem tudom, hogy azt észrevettétek-e mind a két kezdésnél. Most kis titkot árulok el, de hát...
Már nem játszunk együtt, úgyhogy ha csak vissza nem mész a PTO-ba menet közben. De ha megnézitek a felvételt, lehet, hogy majd abból is látni fogjátok. Tehát ugye az elején sikerült megtartani a két hajót, ugye a paraszterem az eléggé lényeges dolog. És ugye mind a két kezdésnél az elején kaptok egy tévét. Nem tudom, ki volt a hajósotok. Szerintem észrevette, igen, bomber volt, ha minden igaz a hajós. Tehát ilyen kis apróságokra, tehát ezt is ugye lehet tanulgatni videókból, meg mit tudom én kell hozzá, egy kis kézügyesség, ugye a tévét ki hogyan kezeli. Ugye ez, hogyha nem poroltód van a hajóba, akkor ti ott megálltok, mert mobilitisek lesztek, ugye a tévé miatt, és ugye ez sokat számol. Igen, azt néztem, hogy neked az volt berakva. Erről is néztem videót, hogy elméletileg az jó. Mert tudod, hogyha bekapod a tévét, akkor nem fogsz egy helyre ácsorogni, hanem el tudsz menni fedezékbe, és ha van javítód, akkor meg tud javítani. Uh-huh. Jó, viszont hát nyilván ez... Ja, mert ugye a tévét azt így is úgy is bekapod, hogyha van... ez is active protection, meg hogyha nincs. Most ugye annyi, hogy a utána a burst-ot, vagy ami be van rakva, azt meg mindenképpen benyeled, tehát az ellen nem véd, de... Annyit megér, tudod, hogy nem állsz egy helybe. Persze. Tehát ugye ez miatt ugye sikerült működésbe, és hogyha van. Ugye, de ahogy elmondtad, te nézegettél róla videókat, képezted magad, utána jártál, továbbadtad, foglalkoztatok vele. Ugye mi nyilván most aznap foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, meg talán előző nap, amikor meccs van, mert egyszerűen akkor jövünk össze. Tehát nálunk mondom, ezek az időpontok is, tehát gyakorlás nélkül nem tudsz gyakorolni, nem tudsz szituációkra felkészülni, ha nem játszol más klánokkal sem, mert vagy nincs időd, vagy nincs meg a csapat, akkor meg még tapasztalatot sem tudtok cserélni. Magyarul részt veszel egy kupán, szórakozásból, hogy játsszál másokkal, felmérd magadat, hogy hol állsz mondjuk hozzájuk képest, barátokat szerezzél, mi így indultunk neki a kupának. Gyakorlatilag... Ez sikerült szerintem. Köszönjük. Tehát nekünk most itt a játék a célunk, még ha itt sokan véresen komolyan is veszik. Ugye nálunk a fiatalabbak, a forróbb vérűek, tehát mi próbáljuk őket nyugtatni, csak ez ugye nem mindig megy. Hát majd elérik azt a kort, amikor ők is azt mondják, hogy gyerekek, nem kellett ennyit kihozni. Most nem a játékra gondolok, hanem a felfogásra gondolok, hogy ez egy játék. Tudtuk mindannyian, amikor erre beneveztünk és részt vettünk, hogy az első kupából adódólag, hogy itt vannak, hát ugye az első kupán utolsó előttiek lettünk, 8 csapatból, tehát tudtuk, hogy itt azok a csapatok, akiket ismerünk, azok az egy-két nyert részkörtől függetlenül erősek, tehát lásd Home Force, lásd a Mix Team, CBC, stb. 8-18, még az FTP is, ugye, ott valami más volt a téma, de erősebbek, és elindultunk, hogy játszunk. Ja, hát Imet még akkor nem ismertük, tehát ebből is pozitív, hogy sok embert megismerünk, akikkel aztán tényleg így később is napi szinten beszélek, tartjuk a kapcsolatot, ökörködünk, stb. Tehát ez meg a másik oldala az egésznek. Csak egy mondat erejéig, hogy közbeszólok. Ugye az egyik lényege ennek az egésznek ugye az, hogy ha valaki XY klán megnyeri a kupát, akkor sincs semmi, és ha utolsó lesz, akkor sincs semmi. Így van. Tehát ennyi. Ehhez fel kell nőni. Persze, nyilván. Mert aki utolsó, nyilván tudja, hogy miért lett utolsó. Most elkezdhetném mondani itt a dolgokat, nem fogok belemenni, úgyis már Tibit se akarom ezzel idegesíteni, ezekkel a igazságtalanul szerzett pluszpontokkal, de nyilván itt a minden csapat tudni fogja a lejátszott meccsek alapján, hogy hol a helye, és hogy hol áll rangsorba, pontoktól függetlenül is. Nem hiszem, hogy annyira rangsort kellene nézni, inkább amit az előbb mondtál, hogy mennyivel több embert ismertél meg, mennyivel több csapat játszik együtt, akár a gyakvaron, akár a kupán, akár pedig úgy, mint ahogy mostanában nálam is előfordul ez, az, hogy nem rólam szól ez a ma este, hogy
akikkel eddig nem jártunk össze, csak véletlenszerűen is meglátjuk egymást, felmegyünk egymás térsére, bemegyünk egymás szerverére, bemegyünk oda, ahol ő játszik, egy picit jobban mozog az élet itt a BF4-ben, mielőtt kiadják a BF5-öt. De kanyarodjunk vissza Amerigóhoz. A taktikátok, amiket kitaláltatok a Paracerre, az ugye látszott, hogy bejött. De mennyire követtétek a taktikát, vagy amikor láttátok azt, hogy elkezd törődni a tiket, akkor egyéniben is esetleg változtattatok, és nem annyira szigorúan a taktikát követve mentetek, vagy végig kellett követni, és csináltátok? Hát figyelj, most taktikáról ugye azt lehet elmondani általánosságban, hogy az elején még működik, vagy a nagyon profi csapatoknál még utána is működik, tehát akik ugye tudják irányítani a meccsek, vagy a mérkőzés kimenetelét, de mondom, tehát vannak ilyen kulcs momentumok, tehát hogyha az bejön, akkor abból tudsz építkezni, és akkor tudsz tovább menni. Tehát például, hogyha az elején nem talál be a tévé, akkor egyszerre érsz oda a másik hajóval, akkor ott már lehet, hogy más van. Tehát más lesz a szituáció. Most ugye az volt a célunk, hogy akkor az alapot meglegyen, de hát gondolom ezt úgy nem kell bemutatni mindenkinek, mert ez evidens, ott paraszelent, hogy két hajót meg kell fogni, azt utána tovább menni. Ugye a következő lépés az az, hogy ugye zászló többségbe kerüljél, ugye próbáld megszerezni a három zászlót, hogyha az a három megvan, akkor meg kell tartani, egy embert elküldeni az ellenfél pontjára zavarni, és hogyha innentől ez működik, meg tudod tartani, akkor ugye elég hamar le tudod pörgetni az ellenfeledet. Most ugye ez ugye két hajóval, megtelivel, ez ugye viszonylag könnyebb, mint egy hajóval. Meg ugye most, hogyha az ellenfélnek egy pontja van, arra spanolni, akkor az is attól függ, és milyen pontja van, akkor attól a többi pont milyen messze van, mire elér oda, redeploy, vagy kis helivel, vagy szónakkal, tudod. Ez a Ray mondja nagyon jól, hogy úgy tudsz játszani, amit ugye az ellenfélnek a taktikája is enged, vagy amit az ellenfeled enged. Hogyha összekerülsz egy kicsit erősebb ellenfélel, ugye akkor föl kell készülni arra, hogy az nehezebb lesz. Ezt akkor úgy kell hozzáállni, kicsit komolyabban. Amúgy mondom, voltak szerintem a Magnus is jó pillanatai. Többször bezavartak, volt paraszelen is olyan, hogy három pontotok volt nekünk meg egy. Csak igen. Nem bírtátok megtartani, lehúztuk rólatok, azt akkor ugye fordultak hozzá. Igen, azt észrevettem, hogy nagyon gyorsan reagáltatok a megtalat. Többször volt ez, amit említettél, hogy a magos emberek megindultak valamilyen pontra. Hát legtöbbször sajnos csak infantriba gyalogosan, ugye főleg Aladárt ugye próbálták többször is behúzni. Ti azonnal reagáltatok, tehát láttam, hogy a pálya másik végében van a két hajótok, és azonnal elindul, mint a két hajó Aladárra, tehát azt nem szabad odaadni, azt nem szabad elengedni, mert ha kilövik a hajót, akkor ők fognak két hajóval jönni. Gondolom ez benne volt. Persze, most én személy szerint utálom ezt a pályát, mert 88-ban szerintem nagy. Tehát itt figyelembe kell venni azt, meg nagyon észre kell játszani, hogy fölösleges gyalog elindulni, meg a sokáig tart. Az, hogy egy pontról eljutsz a másik pontra, és akkor mi jöhet szóba? Ha meghalsz, utána nem kell egyből leszületni, hanem nézed azt, hogy melyik zászlót kezd el villogni, és akkor arra születsz. Itt már spórolsz egy fölösleges leszületést, vagy időközben a squadok között váltogatsz, tudod, itt is észrevenni, hogy most kinek kell segítség, oda mész, és akkor segítesz neki. Igen, erre akartam rákérdezni, hogy ezt csináltátok-e, mert a nagyok azt mondják, hogy ez így kell. Persze. Csak ugye nem szabad elfelejteni, hogy itt te beragadsz egy ötfő squadba, és akkor ugye a másik három társadat megszabadod, és akkor nem tud más ők spamolni. Tehát erre is oda kell figyelni. Nyomni kell redeployt, helit kell segítségül hívni, mert ugye ő viszonylag gyorsabban közlekedik, kidobja az embereket, és akkor így végül is gyorsan lehet reagálni a dolgokra. Ugye ez mind egy jó helyzetfelismerés, meg egy jó irányító függvénye, vagy egy jó csapat, ugye, aki mondjuk irányító nélkül is tudja. Ezt meg a razorosok mondják jól, ugye Redline is mondta múltkor a videóban, hogy igazából az lenne az optimális, hogyha minden 8 ember olyan lenne, aki ezt fel tudná mérni, hogy éppen hova kell menni, mert akkor így egy nagy terhet le tudsz menni a vezetődnek a válláról, mert tehát hogyha most értem, hogy van vezető, tudod, de most őnek is van egy feladata, most hogyha a másik 7 emberre koncentrál, meg nyomogatja az embetűt, hogy ki hova menjen, az nagyon sokat tesz az emberből.
meg nem tud koncentrálni a sajátján. De mondom, voltak szép pillanataitok, tehát a botit is kilőttétek többször smabbal, azt megjegyezte, engem is lejavítottatok a hajóval, búvárkun módjára, úgyhogy jó volt. Próbáltunk kicsit ott hajaskodni. Örültem, hogy kilőttem a jetskit, érted, azt utána már robbanak, mondom, hozzám menjen, akkor ott van egy forrató páka, bazd meg. Ha az megnyitott, én meg örültem, hogy kilőttelek téged, csak néztem, hogy kilőttél, és egyszerre haltunk meg. Tehát gyakorlatilag, amikor én elküldtem a smavot, akkor te kilőttél, és utána láttam, hogy odaért a smav, és csattant, és alul írta ki szépen gyönyörűen, és mondtam is a többieknek, hogy ez már rossz nem lehet, srácok. Amúgy figyelj, én postam kicsit azért a paraszertől, mert mi fölmentünk a 30 BT-nek a szerverére, ugye kicsit szórakozni meccs előtt, igen. És akkor ők is ott szopó oldalon voltunk, mert jablineztek folyamatosan, érted, alig lehet megmozdulni, hát mondom, ez fasza lesz így, hogyha ez élesbe is így fog menni, akkor ugye följöttük a szerverre, előtt szórakoztunk előtte, ott is ti is jablineztetek, hát mondom, így a poroltól nem sok mindent fog érni. Csak ugye, hát az a baj, hogy most én is termát használok a hajóba, azt ott, hogyha megjelent, akkor megjelent, tudod. Hát ennyi, persze. Én ezért kicsit ellene vagyok ennek a termálós dolognak, mert... Tudom, te ilyat hoznál, meg Dice Gambot. Meg kést. Ja. Neked nem is kellene más, csak jó sok nyilvessző a váltadra, aztán. Persze. Szupportos táska. De nem úgy, mint egy csüldisznónak. Még ruha se kéne, és be tudnál a bozótosba vágódni, és még észre se venni. Hát ez már nagyon pornó jelenlegű megjegyzés volt. Lassonodrág rajta maradhat. Jó csapat vagytok, meg szimpatikus csapat vagytok, nem kell itt elkeseredni, meg mit tudom én, emlékszem még, amikor HTS-ben volt, meg szerintem te is emlékszel, jó publikoztunk is a színessel. Én nem keseredek el, csak mondtam, vannak nálunk ilyen érzelmi kitörések a többieknél is. Mi azt tudjuk, hogy hol a helyünk, azt is tudjuk, hogy tehát nekünk igazából eddig még egyik klánnal sem volt konfliktusunk, ami volt, korábbiban azt megoldottuk. Mert nekünk ez az alap, tehát mi ezt próbáljuk továbbvinni, és ezt próbáljuk fenntartani, hogy ilyen ne is legyen, ha megfigyelgetjétek, mi nagyon nem is írogatunk be BF4 Magyar Kupába, stb., ha olyan vita van, vagy bármi, azt tisztázzák le azok, akik közt a vita történt, vagy megy, mi nem fogunk konfrontálódni, nyilván egy bizonyos pontig, amikor már muszáj, mi a játékot és a csapatokat tiszteletben tartjuk. Valójában én írok helyettetek is. Köszönjük, igen, én fogok írni helyettetek is, tehát én mindenféleképpen itt, akik kevésbé vesztek részt, azok helyett is írok. De Lansingden második köre, amikor a mag centikkel, hogy nem bírt megfogni benneteket, inkább azt mondanám, hogy félig teli pohárral majdnem sikerült megfogni a benneteket. Ott mi történt? Az első kör. Hát azon az történt, hogy ott azon játszottam, tudod. Ennyit jelent az, hogy most a long játszik, hogy én fén játszottam, akkor 92-en jelent. Amikor a long játszik, akkor többen. Nem. Hát figyelj, ott jó kert. Ott a szigetet is azt hiszem az elején elhúzták, meg a főnök. Igen, pont is elhúzták. Nagyon sokáig tartották a szigetet. Ott jó kezdésen sok minden. Személy szerint én ott meglepődtem, hogy jött a hajó, azzal ott megorrótuk egymást, akkor már alig volt HP-m, jött a BTR, az embernek, hogyha van szabad ideje, így nézegettem videókat, az elég titka az, amikor lapval is, meg hajóval is megtámadják BT, nem is számítottam arra. Hát ugye... most magad ellen szólsz, mert ugye amikor elloptátok a lavot, akkor még Kuksinak mondtam is, hogy én felküldeném azt a lopott lavot is a hátsó földi pontra. Én is felküldeném, pontra, de én akkor nem játszottam. De mégis lent volt. Én nem játszottam, TS-en nem voltam fönt, én is furcsáltam. Tehát gondolom, hogy be akarták azt biztosítani, hogy még véletlenül sem menjenek B-re. Én is felküldtem volna, mert akkor... De mondjuk azzal meg azt kockáztatták volna, hogy kilövik. Hát igen, de mondjuk ha hátsó ponton hagyod, és csak a saját BTR-etek megy előre, akkor talán jobban meg tudtátok volna a ceci lépületet támadni. Mondjuk így is szépen nyertetek, akkor amikor eladták a DTR-t, akkor már sejtettem, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Mert ugye ekkor kihozhatják a második BTR-t a magosok is, de két BTR-rel, egy hajóval, egy helivel szemben, ez már édes kevés lesz. Ja, hát meg
tanultak szerintem az első körben, most írja Szultán is, tehát az első körben ott nagyon jól csinálták azt, hogy ott szén elbújkáltak össze-vissza, és nehéz volt kiírtani őket. Tehát a magosok azok jó infantusok, tehát nekem az rémlik a múltból, meg amennyit játszottunk, hogy vannak ott jó lövők. Ugye ott a C-n ott megy a bujócska, meg megy az infantri harc, ugye ott lehet rövidebbet húzni, ott nehezen tudtuk azt visszafoglalni. Ami visszafoglaltuk, akkor jöttek, azt megint elhúzták. Ugye, csak nem szabad egy ponton megragadni. Ez lenne a lényege. Most írja a Szultán, hogy ugye az volt a második körben a taktika, hogy ott nem mentek C-re, csak a lap. Tehát ott védték a két pontot. Mert ugye könnyen be lehet abba a hibába esni, hogy most na megvan a két pont, akkor menjünk fel a harmadikért. És csak akkor ugye nem marad ember a másik két ponton, azt akkor ezt az ellenfél észreveszi, akkor utána meg harban haza. Igen, ez nagyon sokszor még nálunk is jellemző ez, hogy amikor kicsit vérszemet kap az ember, azt hiszi, hogy megvan minden pont, és még az egy elemi pont van, akkor oda megy, és belebocsátkozik a fölösleges harcba, és szana szétlövik egymást, és csak megy lefelé a tiket minden egyes folyolással. Még tanulnunk kell nekünk is, úgy látszik sok minden. Szerintem van mit tanulni még mindenkinek. Biztos mindenki tudna olyat mutatni, amit a másik még nem látott. Hát most Imre is meglepődött, hogy hajó BTR ment a szigetre, nem számítottak rá. Ugye nyilván van egy taktika, amit úgy gondol mindenki, hogy azt fogja alkalmazni a másik csapat. Hát ez lenne a lényege az egésznek, hogy egy olyat alkalmaz, amire a másik nem számít. De hát ugye mivel alappályák vannak, azért akik játszanak fönt itt a kupán, mindenki ismeri a pályákat. Tehát nagyon olyan taktikát járművekkel, infantrival nem tudsz, amivel nagyobb meglepetést tudsz okozni, tehát nincs annyi lehetőség. Hát majd lehet, hogy játszunk több DLC-s pályát, és ugye Imrének köszönhetően, ez a hetek óta tartó közvéleménykutatásnak köszönhetően, lehet, hogy át fognak alakulni egy-egy szervernek a beállítása az szerint, majd megkérdezzük tőle a végeredményt, illetve ígérte, hogy be fogja tenni ezt egy közös listába majd. Még három kérdés van, az még 3 hét után én csinálok belőle egy ilyen kis diagramos PDF-et, hogy nem tudom, föltöltöm az összes magyar szervert a szabályokkal, meg mit tudom én, általános beállítás, és gondolok itt, hogy most hardcore, vagy normál, meg stb. Azt utána oda betesszük a csoportba, és akkor az ott elérhető lesz. Arra fogjuk élni, én mindenféleképpen gondolom arra, hogy ki fogjuk próbálni ezt a közvéleménykutatásnak az eredményét. Jövő héten mi pihenősök vagyunk, úgyhogy meg mások is, ahogy hallottam, de mi a rendes pihenőnket töltjük, van, aki a kényszer pihenőjét, össze lehet hozni valamit. Hát figyelj, most már egy ilyen hétvégi minikupát lehetne összeszedni azok csapatokkal, akik ugye nem játszanak, mert most 3-4 hát most azt hiszem, hogy az FTP hagy ki most 3 hetet. Felhőbe szoktunk játszogatni, és ők bizony most 3 hetet kihagynak. Ugye jövő héten kényszer pihenő lesz az Iram, kényszerpihenő lesz az FTP, és a 8-18, illetve ti is. Mi meg csak sima pihenő ugye? Vagyunk, így van, nekünk a 7. hét az megérdemelt pihenés. 4 szabad csapat lesz. Igen, amikor ugye a 30 BT a Razor kilépése után még is lejártott azt a kört. Nem tudom, lehet, hogy lehet összeröfenni azon a körön is úgy, hogy kupán kívül, de valójában mégis azok szerint a dolgok szerint játszani egy-egy kört, akik nem játszanak már, vagy éppen pihenősök, vagy kényszer pihenőn vannak. Persze, majd összeegyeztetjük. Legyen ez a vége az interjúnak szerintem, elég későn van, itt mindjárt 11 óra. Itt igaz, is. Hogy szerintem hosszú hétvége lesz. Hosszú hétvége lesz itt mindenkinek szerintem. De óraállítás is lesz holnap, úgyhogy ezt ne felejtsétek el. Hát, minden átáll már automatikusan, úgyhogy... Hát, ja, nem gond. Igen. Mi nem állunk át automatikusan. Hát, ja. Csak Amerigo fog menni dolgozni közülünk, hogyha nagyon muszáj szerintem. Nem, most kivételes alkalomban, holnap pihenünkben meg. Vasárnap is. Azért csak lesz valami ismerettségünk rajtad kívül, valami kis ráhatásunk, hogy nehogy itt hétvégi áramszünet legyen, mert akkor teljesen meg fogunk őrülni. Lehet mindenki locsolkodni, meg piros tojásért. Majd gyújtunk gyertyát, mint régen. Igen, csak azon nem fut el a BF.
Na, nagyon szépen olyan köszönöm mindkét csapatnak, mindkét csapat vezetőjének ezt a ma esti meccset. És köszönjük. Találkozunk legközelebb a csatamezőn ismételten. Rendben, köszönünk mindent mi is. Mi is köszönjük az interjút. És kellemes húsvéti ünnepeket így. Elsődlegesen a maktól az összes klánnak és az összes csapatnak. Nektek is viszont. Köszönjük. Sziasztok. 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 Hello, hello, sziasztok. User disconnected from your channel.